Nézzük meg! Egyébként egy légóval adunk, Morzsony Ágoston. Na és akkor üdvözlőjük a kedves nézőket! Borsod Nádasban vagyunk egy Diego pincében. Ezt fogjuk ma megnézni. Egész jónak néz ki egyébként így első blikre. Reméljük, hogy elég lesz a fény. Megvárjuk Attilát is, hogy nagy lámpával jöjjön. Azt mondtam volna egy jelenlapot is magamban, de csak a kameralámpa van nálam. Tudjátok, ezt én mindig eljátszom, ezt a hosszattam volna szisztémát. Az évszámokat megpróbáljuk leolvasni, ha még olvasható a vasút is indul. Hát, ha van valamelyik jobb állapotban. Nézd! Ott még, az még talán, hogyha árnyékosan megvilágítjuk, akkor még talán kiolvasható belőle valami. Hát... Keresünk rajta évszámot. 41. Ezen még talán nincs veszve, nem? Ez néz csak. Ezen még nincs veszve. Kezdték kiszedni az oszlopokat. Igen. Biztos, hogy úsztam, hogy kellették. Szóval, Borsod, Város, Régó. Kiválasztott kis indámokkal. Jó, szegény. Nyomás ki egy ilyen vicces szállap, hogy milyen neve már szét van. Ez valószínű, hogy nyomás. Ezt foghatta meg a nyomást, így van ez a fal. Ja, és az elég gyenge ennek, de valószínűleg ez lehetett. Igen. És tulajdonképpen ennyi is ez a dolog. Itt lett volna az egyik bejárata, és mi a másik bejáratán jöttünk be. Ez itt be van kőkeményen zárva. Még jóra belé vezeték. Igen. Akkor ezt több, mint hozzászom, hogy akkor a... Nem. Ez itt abból érdekes, hogy ugye addig úgy szoktuk meg ezeket a nyomáskiegyenlítő falakat. Nem is falak szoktak lenni, igen, törés. Igen, a törés így van, így elalapban vezet be a járat az óvóhelyre. Ugye itt a nyomás-lökés hullámot próbálják vele csillapítani. Itt egészen máshogy van megoldva. Itt úgy... Hát több mint félig be van falazva a járat, és ha megnézzük, a járat bal oldalán jöttünk be, majd néhány méterrel később egy ugyanolyan fal és a járat jobb oldalán haladunk tovább. Tehát valószínű, hogy ez nyelte el azt a lökés hullámot, ami egy robbanás, egy detonáció következtében lett volna. Ez elektromos kamera? Mentoros. Igen. Hát ez már a múlté.
Igen. Az évszámot még mindig próbálnám, még ez talán valahogy járható, azon még látszanak számok, csak hát. Ezek hogy el tud korodálni egy vonatsín. Évszámot már nem tudunk beolvasni. Igen, ez talán jobb állapodban. Mondjuk ez festőleg szerintem. Rosta. Hát nem. Többi kollégájával együtt. Nem fiatal. Én ezt, akkor legalább Attila, lát Attila ott maradt a rácson belül. Attila kesztyűvel nyomja, figyeld. Hát mert, na. Ki kéne mérni a lépéseket. Majd is Attila ne. A végén csak Attila letette. Attila megvolt, kijött. Figyelj, Dagonya. Én csak a kezemet tettem le. Ennyi. Lépjem annál. Tehát számoljuk már. Én számoltam, ez az a messze.